Hamarosan új műsor indul a Fehérvár televízióban. Jól ismert híradó műsorvezetőnk tér vissza a képernyőre. Fejes Dóra ezúttal magazin műsorral örvendezteti meg a nézőket, amelyben a futás kerül a középpontba. Én alapvetően pszichológiát tanulok, sportpszichológiát, és szerettem volna egy ilyen pszichoedukációs dolgot köríteni a futóterápia mellé, amit így kitaláltam, és emiatt hoztam létre ezt a podcastot a social media csatornáimmal együtt, és hívtam olyan embereket, akikkel arról beszélünk, hogy miért fontos a futás, és a fizikai pozitívumokon túl milyen mentális dolgokban tud minket segíteni, és így nagyon sok sportolóval készítettem riportot, illetve családterapeutával. Emellett pedig hallhatunk történeteket gyógyulásról, tippeket edzőktől és a futás szerelmeseitől is. A futás számos jótékony hatással bír, csökkentheti a szorongást, a depressziót és segíthet a cukorbetegségben is. Fejes Dóra elárulta, az ő életében is éppen ezért vált a mindennapok részévé ez a sport. Én kezdetben utáltam futni, és aztán ez egy olyan sportszeretetté nőtt, ami tényleg így az egész életemet így rendbe tette, meg így átívelte, és olyan teljesítményeket tudtam én is így véghez vinni a futás által, amikre így úgy gondoltam, hogy soha nem lennék képes. Szóval nekem így az én hatékonyságot is jelenti, az önbizalmat, a motivációt, és a szorongásoldást, tehát én magam is használom ezt ilyen praktikákra. Az első adás február 7-én, szerdán 18 órától lesz majd látható a Fehérvár televízióban.